Vattálva testvéreim, sziasztok! Gyertek, csatlakozzatok! Sziasztok, szia mindenkinek! Csatlakozzatok, iratkozzatok fel, kövessetek, stb. Szerbusztok, szasztobattáló szép testvéreim, hozd meg az iratásodat a barátaiddal. Hát megosztott te. Szia Vanessa! Sziasztok! Szia Mézu mindenkinek! Szerbusztok! Ne hallom, ne! Szerbusz! Szia! Várjál, nem hallom. Mi újság? Mit csinál? Szerző! De mit? Fasíló! Aha! Színészedek idő! Értelek! Még én most megyek vissza haza! Értem! Oly messze! Hát még 7 órára érek haza, 7. Jó, jó, messze van akkor! Hétre! Most érek majd haza olyan 7 óra. Sziasztok, gyertek, kövessünk be, nézzük, köszönöm a követéseket. Kövessétek el, jó vászor, Melissa. Nem nagyon hallak. Nem hallani? Mi? Most? A buszon. Azért már buszon vagyok. Ja, értem, értem. Értek? Aha, értem. Azért, akkor fasírtot csinálsz? Igen. Jó. Jaj, Gigi, kell a csapingyere, mert nekem mindig dikább a TikTok. Na várjál, mert nem hallom. Nem, egy barátnőmnek mondom, hogy ti ismeri téged, mondom, mindig téged szoktam én nézni, én küldtem a rózsákat. Ja, értem, igen. Aha. No, yes, I good, and you good? Igen, értem. A mi újság koma? Te is engemet bámulsz. Ilyen koma? Szia, Black Moon! Én meg a Máricsú. Kívánok mindenki. Kusz nektek, gyertek. Szia Andi is itt vagy. Szia Andi baba, csókolok Andikám. Ide is jöttem már. Itt is régen voltam már fent. Itt is élőzök. Mind a kettőben élőzni tudok. Itt is élőzök. Itt a két helyen gyarapodjunk. Buszon vagyok, kicsit le vagyok fáradva. Hazaérek, összeszedem magam, eszek. Aztán jövök. Szia, jó utat tőled is. Puszi Andi, ölellek, puszira. Szabad megkérdezni? Honnan való sivács, ha szabad megkérdezni? Én? Igen. Nekem mondod? Heves megye. Én azt hittem, hogy Budapest. Nem Pest. De hol laksz? Én Hollandiában vagyok, Németben. Aha, Hollandiában vagy. Aha. Amúgy én szlovák vagyok, csak itt tudtam Németben. Na. De régóta ott vagy, Németben? Igen, ma 7 év, hogy itt vagyok. Egyedül vagy? Nem, van férjem meg gyermekem. Hány gyereked van, Szelma? 5. Nagyon jó. De jó, nagy család vagytok. Jó van, ezt minden vigyázol rátok. Hát, vigyázzunk rá. Szeretnek, Istenem. 5 van, tényleg? Na? Tényleg 5? Mi? Igen. 50 nekem. Na, nagyon örülök neki, nagyon jó. Fiatal asszony vagy még? 31 éves. Nagyon. Mindig nézlek. Szia, Úser! Sziasztok! Gyügyő! Csajle, én szönyönkezek itt, de... Mi? Most mi a baj? Nem, én ilyen vagyok, szönyönkezek. Én valakivel behívok, akkor szönyönkezek, no. 5, igen, 5 van neki, és 31 éves. Az Isten éltesse őket erőben. Köszönöm. Amen. Amen. Dolgozni vagy? Én nem járok itt dolgozni, csak az Uram jár nekem. Nagyon jó. Én a gyereket hordom is. Iskolában, igen.
hazagyve megcsinálom a dolgomat, amit kell, mert itthon is kell csinálni, tudod? Értem, Black Moon. Tudom, nem volt kell felejtve, drágám. Csókollak, Black Moon. Értelek. Na, ma mutatj nekem még miért, dobj ki, ne? Ki kell csinálni, mert... Leírom majd neked privátban, nem vagy el... Leírom neked majd, jól van, írd le, rendben van. Majd megnézem, majd írd meg. Ide is felsz, lefagyott, lefagytál. Fagyott. Amúgy már éhes vagyok, én még ma csak egyszer ettem egy keveset. Csináltunk nokedlit, húslevest, ubisali, rántott húsit. De rántott húsit azt nem hoztam, csak húslevest hoztam meg nokedlit, ubisalival. Úgyhogy igen. Gyerekeknél voltam. Lányomnál, az unokámnál voltam. A fiam dolgozni van, ő messze van. Úgyhogy igen. Csókollak benneteket. Nézzétek, már sötétedik. Látjátok, már sötétedik. Igen, jó, nagyon jó, már rám fért. Már nagyon régen voltam náluk. Nagyon régen. Most üres a busz, nem úgy, mint reggel. Látjátok, milyen luxusban vagyok? Csak engem a szóljatok rám, hogy kerecsenden szálljak le. Ja. Esik az eső? Nem. Szóljatok rám, nehogy a buszon maradjak. Nem magyaráz semmit, virágszál, nincs itt. Köszönöm, Noémi, ma rózsát. Nem magyaráz, ma nem sokám úgy leszállunk, jó? Pesten szakad az eső. Az komoly, akkor 18-án megint megyünk Pestre. Úgy megyünk ilyen tapadtanás. Onallergiás vagyok minden szarra. Váltok ma. Kerecsend jön. Ja. Jól lenne ilyen nagy az én lányaimnak is. Azt mondod, édesem? Be kell szállnom. Halljátok? Tovább visz a busz. Folkó megöl. Szia, Nikó. Na, majd most szállok le. 10 percet várnom kell. Nem, kocsi, buszon vagyok. Hát merre megy? Gyöngyösre. De most ez Kerecsendre megy. Kerecsend. Várok Kerecsenden 10 percet. Nézd meg itt is, hogy rázkódik a busz. Várok 10 percet. Nem, a kocsit csináltatni van. Csináltatni van. Olajszűrő, meg milyen levegőszűrő. Szűrőt kell rajta cserélni. Nem értek hozzá. Olajszűrő. Olajat. Azaz. Én meg eljöttem busszal, már régen voltam. Amúgy szeretek buszozni. Hát én most megyek vissza haza. Na. De nehogy. Már most már nem engedem be. Várjál, Selena. Kurva jó a fülcsit, köszönöm. Tetszik, Andikám? Tetszik a fülcsim? Hová mész? Hát már haza! Nehogy a buszom marad. Inkább már szállok, mert a végén a buszon maradok. Amilyen okos vagyok. Én inkább megnyomom. Jól van, oké, puszilak. Yeah.
Mindjárt leszállok, aztán tudok beszélni. Mindjárt elesek, nem tudok kapaszkodni. Így állok. Aj, meg more. Oké, na most még kell mennie. Na most várja, ja, amoda, jó van. Átmegyek a másik oldalra. Várok egy 10 percet, aztán jön a busz Eger felől. Ez most szépen elmegy. Levendul a szatyor. Mindjárt itt átmegyek. Sose láttalak még buszon. Látod, ez is eljött, ez a pillanat. Amúgy szeretek buszozni. Kerecsenden vagyok, már le is szálltam, ez Kerecsend. Arra kell menni Eger. Mutassa meg Eger irányát. Az az Egri út. De tudok vezetni, csak most a kocsi nincs itt. Az autó. Én mindjárt, meg nem jön semmi. 42 van. De én megyek, hát engem hol érdekel. Hát ha nem jön semmi, akkor én miért várjam meg, hogy... Nem Pesten voltam, hanem a gyerekeknél voltam. Hát akkor mit várakozzak? Hogyha megy, én a piroson át. Igen. Na most megyek Gyöngyösre, itt már látod, de átszállásos. Folytatom az utam. Ott tettünk már ott. Látjátok azt a vendéglőt? Hát nem hallottad, mondtam, találkoztam Melindával. Na, aki tudja, nyomja a kijelzőt, nem bánnám. Ez a kisebbik fiókom amúgy. Ez a kisebb fiók, itt is iratkozzatok felfele. Ez nem ugyanaz, ez a kisebb baktáló. Mindjárt jön a busz. Fülbevaló világ. Köszönöm! Tetszesz nektek ez a fülbevaló? De tényleg nagyon gyukerám. Szép. Nem vagyok Egri. Megyek Gyöngyösre. Na látjátok, hogy rám sötétedik. Reggel jöttem, és most megérkezek majd a szentölt vízzel. Itt van nálam a szentölt víz. Hagyj menjem el forjúba. Hagyj legyek forjúba, bizony. Nem bánnám, ha forjúba lennék. Addig táncolok, hogy elmegy a busz. Sziasztok! Szia, Nixi! Csókollak! Arról fog jönni a busz. Sasoljunk, itt hagy a busz. A Falko engem megöl. Megöl, ha itt hagy a busz. Mostanság húslevest csináltam, nokedlit csináltam pörivel, rántott husimusit, uborka salátát. Arról jön a busz, ma szóljatok. Van 50-kor jön a busz. Hogy buszozok? Mert a kocsi csináltatni van. Levegőszűrő, olajszűrő, olajszűrőt kell, vagy mi az? Olajcsere, vagy mi az? Hogy mondják? Nézzétek, hogy rám esteledett. Azt a betyá. Hogy ki van halva Kerecsend is amúgy? Nem hajdúnánás. Igazi mamás látogatós nap volt. Reggel indult, este érkezett. Ráadásul busszal, igaz? Dél. Yeah. Felpakolva. Levendul a táska.
Igen, a levendula táskába, meg ott van az ételes. Fáradt vagyok. Igen, elfáradtam. A Helena lefárasztotta. Helena kit nem fáradt le? De várjál, ne megmutassam, mi van a szatyorban. Figyelj! A vizem, meg az ételesbe, a finom kaja. Csíkos szatyorké, meg tász, de azért itt a tárcs, szatyorké. Még tudtál? Na nézzétek meg, szatyor, minden azt még így is dudálnak, öcsém, he, úgy megijedtem. Mindig az abba, he. De minek vagy kerecsenden, tetszett a söpő. Azért vagyok itt, mert átszállásos. Értitek? Átszállásos a téma. Átszállásos, egyem a szíveteket. Hát ez a busz, ha itt hagy engem a Falkó meg, jön a busz szerintetek. Én amúgy mindig félek, hogy nem jön a busz. Tényleg, félek mindig, hogy nem fog jönni a busz. Már nem hiszem el ezt. Már előkészítem a pénzt is. Csak ne hagyjon itt. Annyira megvan... Főztem húsi levest, akkor nokedlit csináltam pörköltel, ubisalli rántott hús, az a jó igazika. Viszek is haza az uramnak. Látjátok? Ó, de jó illata van. Most, hogy így felemeltem, olyan illata van az ubisallinak. Új meg, ijjaj, illatozott, ne félj már te nagyon. Nem félj, jó van, Szilvia, könnyen mondod. Itt Kerecsenden már feltámadt a szél is. Mert Kerecsenden feltámadt a szél, az őszi szél. Mondd, mit mesél. Tiri, 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 tiri. Feltámadt a szél. Á, itt az új úti költségre való. Feltámadt a szél. Ó, mit mesél. Itt vagy tőlem 10 kilométerre. Tényleg, Edinám? Na, de nagy forma. Jön-e a busz? Ja, 48 van. Szerintetek pontosan bejön a busz? Ha nem megyek máma haza időbe, akkor kinyír engemet. Imádlak, puszi. Főleg a gombaszag most nincs. Nem lehet érezni, jól mondod. Itt van amúgy a Kerecsenden a gomba. Na, tényleg itt van a gombagyár. Tájszólás. Megvan Budapest-Hungária. Budapest-Hungária City. Ne szólj ebbe azért, mert a múlt héten sokáig voltam Pesten. Úgyhogy pestiesen nyomom ám amúgy. Ha nem vennéd észre, kicsit pestis. Pestis. Megnézem neked a buszt. Hát akkor nem lesz vacsafa. Hát akkor nem lenne. Jaj, már kiszállt. Jaj! Az Anikón, Falkó, miért nem megy érted? Hát most minek? Eljöttem reggel busszal, haza is megyek szépen busszal. Hát minek jöjjön? Dolga is volt, csinálta a dolgát, minek jöjjön? Felültem én a buszra szépen, most várok egy kicsit, átszállásos, megvárom a hajamat, már hónap megmosom, mert olyan, mint a szőnyeg, olyan, mint a... Olyan egy megfogod, azt egyben marad, olyan, mint a perzsaszőnyeg. Szónap megmosom, miért nem jó? A busz meg nem jön. Nem jön, ennyi. Nem jön a busz. Na, most szólhattok is neki, remélem látja a Falkó. Itt vagyok, időben jöttem. Nem mondhatja, hogy nem. Kész, a busz még most se jön. Sajnálok, ott van. Izék jönnek-e? Kamionok. Kamionok. Az jön! Hajrá, hajrá, sárkózárja! A busz nem! Láttad a Falkót? Igen, Gyöngyösön volt. Hát ott intézkedett már egész nap Gyöngyösön. Néztél menetrendet? Igen, Amirám. Jön mindjárt a busz, 5:50. Na most kell jönni a busznak.
Na most kell jönni a busznak, ami megy Gyöngyösre. Nézd, el ne menjen már, a kaját meg ott hagytam. A kaját meg ott hagytam a földön. Gyöngyös, várjatok, azt mondja, hogy igen. Ú, basszus. Remélem, hogy jön a busz. Hú, baj van. 55-re ott lesz, remélem. Húha. Hú, még a töltő sincs nála. Na! Azt a betyárja. Sziasztok, szia minden. Hát igen, hát késik, igen, mostanság késik. Késnek a, meg is változott a menetrend. Ezelőtt, amikor busszal mentem, nem volt átszállásos. Látod, most meg átszállásos. Érted? Kérdezére, énekel is táncolja. Kere csendben feltámadt a szél, az őszi szél, hallgass, mit mesél. Da-na-da-na-na-da-na-na, őszi szél, hallgass, mit mesél. Megkérdezem, hogy ezt a buszt várják, amit én. Jó estét, elnézést, 5:50-es buszt várják. Akkor jönni fog az 5:50-es, ami Gyöngyösnek megy. Az lesz, köszönöm. Az lesz, akkor még itt van, mert még itt van a két néni is, azt a buszt várja. Köszönöm szépen, köszi a rózsát. Az őszi szép, akkos mit örülök, mert még a busz még csak most jön, már megnyugodtam. Jön ez! Várjatok már! Tiri 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 tiri. Mindig jó kedv, mindig a jó kedv. Tavem baktál és szép testvéreim. Ránk sötétedik az éjszaka. Tiri tiri. Van onnan már, engem néznek. Mit csinálta Helena? Hát, az segített nekem főzni, rántottuk a húst. Prézliszte forgatta befele a húst. Panírozott, panírozta. Ott a busz. Ott a busz. Látjátok a buszt? Na gyertek, felszállj. Jön a busz. Ja, itt ne hagyjam már, viszem a Falkónak a kóstolót. Itt a busz. Na, várjatok. Kerecsend, aha. Szasztobattáló. Jajj. Jó, jó napot, kér... Az én arcképem jól díjas. Ja. Kérnék egyet Gyöngyösre. Ó, Gyöngyösre. Jól díjas. Igen. Ha, igen. Nem adom mindig. Köszönöm. Leülhetek ide? Köszi. Várjatok, gyerekek, mert nincs hely. Na, lekapcsolták a villanyt. Most így látok valamit? Semmit. Na most mit csináljunk? Vagyunk. Ki a sofőre? Nem tudom. Annyit mondott, hogy ő nyugdíjas. Úristen, mi van veled, Budapest? Fáj a fogad? Na így most jó nézni, még a buszon is. Azt, na, akkor nem. Akkor ki a pesti? Te vagy én? Na? Melyikünk a pesti? Melyikünk a vagányok? Te vagy én? Gyerekek, nem sok mindent lehet látni. Le van kapcsolva a villany. Baktáló, jó éjszakát, Lási Rácsi. Majd otthonról jövök vissza, jó? Sziasztok! Szia, Vadalma! Szia, 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 szia! Hallod? Gyertek majd este. Sziasztok, jó utat! Köszönöm! Csókollak, drágám!
Sziasztok, ma jövök hozzátok vissza 8 óra fele. Puszi!